Legkevesebb 10 a Székelyudvarhelyi tavasz rendezvény sorozat keretében zajló eseményekről készült fotóval lehet benevezni a pályázatra, melynek részleteit sajtóértekezleten ismertette a kiíró polgármesteri hivatal és a Székelyudvarhelyi Fotóklub. A Kattanj a városra című fotópályázatra ezúttal profi és kezdő fényképészek munkáit várják, nem kis tét fejében, hisz az első helyezésért 1000 lej jár, a másodikért 600, a harmadikért pedig 400 lej. Közönségdíjat is meghirdetnek, az egyelőre meglepetésnek nevezett elismerést azért a munkáért fogják odaadni, amely a Városháza Facebook oldalán a legtöbb lájkot kapja majd. A felhívás szerint a Székelyudvarhely tavasz a rendezvénysorozat fotóriporterét várjuk. A jelentkezni minimum 10 rendezvényen készült képpel lehet, ugyanis a fotopályázat.ro, illetve a városháza.ro-n közzétett 19 rendezvényből bármelyikre el lehet menni, fotókat lehet készíteni, és a 10 képpel, illetve digitális formában, illetve űrlappal, újlapot is kell csatolni leadott képpel, lehet jelentkezni, illetve pályázni a nyereményekre. A 4 tagú zsűri, melyet Elekes Gyula a Művelődési Ház igazgatója, Balázs Attila fotós, Farkas György városmenedzser és Jakab Áron Csaba önkormányzati képviselő alkot, a kreativitást értékeli majd leginkább a kiértékelés során. A fotókat június 7-ig várják, a kiírásról, valamint a Székelyudvarhelyi tavasz a rendezvény sorozat eseményeiről a városháza.ro és a fotópályázat.ro oldalakon lehet tájékozódni. Elhangzott, augusztusban kiállítást rendeznek a legsikeresebb munkákból, és egy katalógus is őrzi majd a megörökített pillanatokat.